Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit. Koncertek, Kodály hét és színházi előadás. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Rudán Joe és barátai adtak ünnepi koncertet Pécsen a Kodály Központban. Ismert számok, dalok elevenedtek fel hangjuk, hangszereik nyomán. A siker leírhatatlan volt, teltház előtt játszottak a zenészek, színészek, énekesek. Jöjj vissza, álom! Jöjj vissza, álom, ó, legyen újra szép. Színes a paletta Kalapács Józsi asztalán, azt mondja, Rudán Joe-val együtt szívesen garázzálkodnak a műfajok, dalok világában. Ezért több száz számot játszanak, és ezekre bizony fel kell készülniük. Nekünk mindig muszáj feleleveníteni. Tehát, hogy vannak olyan előadók, akik egész életükben ugyanazt a 15 dalt éneklik, azoknak biztos könnyebb, de mi azt a 200-at keverjük össze-vissza. Úgyhogy, és azért ilyenkor karácsonykor az elég sok minden van. Ugye nekem is saját akusztikus műsorom, megyek a Kalapács zenekarral is, a Joe-val van közös műsorunk, és akkor van, mondjuk most Attila fia éppen nincsen, az inkább nyáron szokott üzemelni, de az megint egy újabb műsor, rengeteget vendégeskedünk, most ebben a hónapban is voltam több más különböző zenekarnál vendégeskedni, sőt, még lehetett volna olyan is, amit nem is vállaltam el, tehát hogy azért mondom, hogy tényleg Dunát lehet rekeszteni így relatív a bulikkal, úgyhogy de maga a karácsony az érdekes, még egyelőre még nem ültem rá annyira erre a szánkóra, hogy most itt a karácsony, tehát jó, ez talán az első lépcső lesz a mai joki buli, mert valahogy nem alakult még ki az a pátosz. Ez lehet, hogy benne van ez az elmúlt évek nyűgjei, azért az idei év is, mit tudom én, egy kicsit olyan drágább lett minden, és hát az ember meg egyre olcsóbb lett, úgyhogy sok minden van, ami el akarja rontani a kedvünket, de nem fogja. Voltam faragott, csendes furúja, csapzott kis madár, pehes odúja. Voltam káragás, varja kevein, égő fájdalom, Krisztus sepély. Voltam gyerekes, áldott bizalom, legszebb pillanat, mellett tilalom. Voltam vajuló, asszony öröme, gyilkos katonák, szó, gyönyöre. Rengeteg adventi koncert és rohanás az évvége. Szinte minden nap játszanak, mondja Vadkert Imre, aki nagyon örül ennek a mostani meghívásnak. Boldogan jött és boldogan énekel. Repertoárja pedig közel áll a szívéhez. Idén további koncertek utak várnak rá. A Betlehemi királyokat fogjuk, ami karácsonyi, Kalapács Józseffel, Szintjával, a lányával, Rudán Joe-val, Götz Attilával így énekeljük, és hát lesz az István a királyból részlet, lesz a záróvers egy kormoránddal, Kinizsiből énekelünk duettet, ugye az apa-fia duett. Nekem van egy akusztikus formációm, templomi koncertek vannak Felvidéken is, Magyarországon is. Lesz egy erdélyi út, a Matitán zenekarnak leszek vendége, ott is Marosvásárhelyén, Szászrégen, úgyhogy elég mozgalmas lesz, és 23-án este a szülővárosomban lesz egy a római katolikus templomban egy koncert karácsony, úgyhogy ott zárom a karácsony előtti időszakot, majd két ünnep közt is még lesz pár koncert. Aztán egy pici pihenés. Götz Attila, Pécsi Nemzeti Színház színésze kiváló hangi adottságokkal rendelkezik. Rudán Joe fiát alakítja nyaranta a Siklóson megrendezett Kinizsi a névfia című rockoperában. Az a megtisztelő felkérés érkezett a Joe-tól, hogy ugye nyáron játsszuk a Kinizsi a névfia című rockoperát, amivel az édesapám, és abban van egy kis duettünk a darab elején, hogy azt énekeljem el vele, és mondta, hogy ha már itt vagyok, akkor a koppánydalaként a száj felszabad madárba szálljak be. Úgyhogy ezt a két nótát fogom énekelni. Volt módom is lehetőségem rockzenészként is belekóstolni ebbe a világba. Ez egy kicsit más lesz, mint az előadás, mert élő zenekar fogja játszani, és nem abban a hangszerelésben ez eredetileg megíródott a Nobo Válási Szabolcs és Horváth Krisztián munkásságában. Ez egy picit más, úgyhogy kicsit jobban kellett figyelni a hangszerekre, de hát ezt játszottuk, dallam fülbe van, a hangok adottak, izommunka, élvezet.
A koncert előtt próbálnak a Kodály Központ színpadán. Rudán Zsó azt mondja, ezzel a próbával szinte már egyszer meg is volt a koncert, sőt egyik-másik dalt már kétszer is elénekelték. Azonban tartalékolnak az energiájukkal estére. Próbáltam tartalékolni, meg a zenekar is, nekünk félgözzel énekelni, úgyhogy minden dal nagyon-nagyon flottul megy, úgyhogy most meg élesbe, akkor majd élőbe, mindjárt akkor élesbe, és akkor teljes erőbe dobással, akkor harmadszor is nekifutok az összes dalnak. Három utolsó szóló lemezem anyagaiból válogattunk össze, egy akusztikus blokkal kezdünk, majd utána behívom a vendégeimet, ugye tudjátok, hogy szerepeltem, hál' Istennek meghívtak, és nagy sikerrel játszottuk a Kérdés című rockoperát a Siklósi Várban, ezért meghívtam az ottani szereplőket, barátaimat, Vadkert Émit és Götz Attilát, akik szerepel, három dalt eljátszunk a Kérdés rockoperából. A Harka legendáról ugye készült egy nagyon nagy sikerű, nagyon aranyos kis rajzfilm. Itt vannak a szereplők, akikkel énekeltem, ezt is eljátsszuk, az egész darabot. A narrátor szerepében ugye Szentgyögyvári Peti barátom, ő írta egyébként a darabot, és a muzsikát pedig az unoka öccse, a Szentgyögyvári Balázs, ő fogja gitározni, ő egyébként a szerző, és hát a Leila, Horváth Leila fog énekelni velem. Ez a Harka legenda, igaz, kedves Leila? Igen. Így fog történni. Azon kívül ugye a Vivendben, 20 és hál' Isten nagy barátságba keveredtünk az elmúlt évek során. Sok közös produkciónk volt, és feldolgoztak az utolsó lemezen egy nagyon szép családbarát dalt, a Házunk mellett című dalocskát a kapellába fogjuk elénekelni. Nagyon, nagyon tetszik. És hát velük is éneklek három dalt, ugye a Vivendben, 20. Azon kívül én hagyományá vált, hogy én meg szoktam hívni a karácsonyi vagy ünnepi koncertjeimre az általam nagyra tartott és nagyon tisztelt régi, úgymond régi rockereket, előadókat. Itt volt ugye már Vikirdá Gyula, Varga Miklós, Nagy Feró, és most Török Ádámot hívtam meg. Nagy barátság, ami emlékszem, amikor még itt a Balokányligetben jártunk még mini koncertre, ugye a 70-es évek végén. Nyilván a Visszavárosba című dalt fogja énekelni, és hát velünk fog fuvalázni egy csodálatos dalt a Led Zeppelintől, a Stairway-től Heavenbe fog Ádám bácsi fuvalával színesíteni. Gyakorlatilag ők a vendégek, remélem mindenkit elmondtam. És meg hát Kalapács Jósit, azt már be sem mondom, mert ő minden évben itt van velem. Nagyon jó barátom lett a Jóska, 30 éve ezelőtt nem hittem, hogy ő lesz a legjobb barátom ebben a szakmában, mert a Kalapács Jósz is itt lesz, és itt van most a lánya is, Kalapács Hódor Szinti, akivel éneklünk szintén két-három dalt, úgyhogy elég színes lesz a műsor. Az ünnepi koncert sikere leírhatatlan volt. Teltház előtt játszottak a zenészek, színészek, énekesek Pécsen, a Kodály Központban. Ha nyújtod, ha alapján akarod, Attila nemzete, úgy nem akarom, nem akarom. Alakulásának 15. évfordulóját ünnepli idén Tamás Éva játéktára. Az együttes ebből az alkalomból jubileumi koncertet adott a Pécsi Széchenyi téren. Kicsik és nagyok együtt énekelhettek és táncolhattak is a művészekkel. Ünnepi és egyben jubileumi koncertet is adott Tamás Éva játéktára a Pécsi Széchenyi téren. Az együttes ugyanis idén ünnepli alakulásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból léptek színpadra a művészek, és adták elő az elmúlt évek alatt megszületett dalokat. Én azt gondolom, hogy talán most egyszer az életben tudok magamra egy picit büszke lenni, mert én 15 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy ennyi időt megér, vagy ha meg is ér ennyi időt, de hogy ennyi nagyszerű emberrel hoz össze, és hogy az alkotó folyamatok azok annyira szépek, és annyira
tömények, és bárki bármennyi ideig volt velem együtt ezen az úton, mindig megtaláltuk a közös hangot, és azt gondolom, hogy nem csak a dalokban, hanem a dalokból a történetekben is annyira... Annyira szép pályát futott be a játéktár, hogy én ma este ezen a színpadon 11 zenésszel együtt teljesen új lendületet kaptam, mintha talán most kezdeném, és szerintem körülbelül annyira izgultam, mintha most kezdeném. Figyelj rám, mintha jel boldig, keress úgy, mintha nem boldig, vigyázz rám, mintha gyöngy boldig, evezz úgy, mintha tó boldig. Nem annyira számítanak a számok, csak az érdekesség kedvéért próbáltam egy pici statisztikát csinálni, és hogy 15 év alatt 900 élőzenés koncerten túl vagyunk, és 2600 fölött van a gyerekfoglalkozásaink száma, és ha csak az elmúlt pár évet tekintem, akkor sok száz gyereket táboroztattunk már. Volt most olyan a nézőtéren, akit így kiszúrtam, aki a 21-22 éves lehet, és talán 2 volt, mikor mi elkezdtünk vele foglalkozni, és nagyon sokáig volt velünk. Nagyon sok olyan gyerek van, akit nem csak 2-3 évig, hanem akár 5-10 éven keresztül is velünk van, és bejár velünk egy utat, különösen így, hogyha emberek között vagyunk, és hogyha emberek egymással, egymás mellett tudunk jó dolgokat csinálni. Mi ezt igyekszünk megtanítani a gyerekeknek, hogy higgyenek abban, hogyha együtt dolgozunk, hogyha együtt gondolkodunk, akkor csodás dolgokat lehet alkotni. November már fagyott lehet, nagy kabát van kiderült, decemberi szép ünnepen karácsonyfa díszelet. Megpróbáltam egy ilyen kis időutazást létrehozni a koncerten, nem csak karácsonyi dalok voltak, hanem dalszerzők szerint állítottam össze, hiszen az első dalokat Bogárdi Alíz írta, aztán majd Babarczi Bulcsú, Bükösdi Gábor, és akkor jöttek a többiek, Ettlinger Misi, Posgai Tomi, Baksa Peti, akikkel nagyon hosszú ideig és elég komoly alkotó munkát végeztünk, hiszen velük kezdtünk el saját dalokat írni, saját szöveg, saját zene, és most már 3 olyan lemezünk jelent meg, ugye, ami saját dalos. A legutolsó már a zenekar friss tagjaival, akik már szintén 3 évesek, Tóth Ámos és Víg Robi. És megpróbáltam úgy felfűzni ezt az egész koncertmenetet, hogy a kis alkotás történet legyen, és hogy milyen dalokból hova jutottunk, hogyan fejlődtünk szövegekben, hogyan fejlődtünk zenében, és a korona pedig az volt, amikor mindenki egyszerre színpadon állt, ugye a több hegedűs hölgy, Murányi Zsófi is, illetve László Varga Judit, aki rendszeresen játszik velünk, továbbá a Csurgó Zenekar frontembere Siklósi Krisztián, aki egyszer megmentett minket egy koncerten, ugyanis valami miatt Bogárdi Alíz nem tudott eljönni, és egy félórás próbával beugrott a mi koncertünkbe, és úgy gondoltam, hogy itt van a helye köztünk egy ilyen szép eseményen. Továbbá Bánhalmi Zsolt, aki pedig Kahonnal, illetve Ütősökkel volt jelen, akivel a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozom együtt. De azt gondolom, hogy nagyon sok száról érkeztünk, van, aki azóta továbbment, viszont például Bogárdi Alízzal ugye a megalakulás óta töretlen az együttlét és az együttzenélés és az együttalkotás. Én nagyon-nagyon megbecsülöm azokat az embereket, akik valaha is velem voltak ebben az úton, és velem együtt hittek abban, hogy a játéktárnak van létjogosultsága, hogy ennek a fajta interaktív koncertnek, közösségi élménynek mindig is szerepe lesz, és mindig is fontos lesz, hogy a gyerekek, a családok ilyen szép élményeket kapjanak. Hálás kis szívem megvan mindenem, élet és nevetés, nap mint nap szeretés, hálás a kis szívem.
Kodály Zoltán születésének 140. évfordulóját ünnepeljük idén, december 16-án. A zeneszerző, zenetudós nevét viselő Pécsi Gimnáziumban ilyenkor ünnepi hetet tartanak minden évben. Az országos népdaléneklési verseny megyei döntőjét is itt tartják. Az ünnepi hét programja koszorúzással kezdődött. Koszorút helyeznek el Kodály Zoltán emléktáblájánál a pécsi Dobó István utcai iskola épületében. Kodály több szállal kapcsolódott Pécshez, Baranyához, mondta a megyei önkormányzat elnöke a koszorúzáson. Immár 40 esztendeje annak, hogy a pécsi Kodály Zoltán gimnázium, Kodály Zoltán többszörös Kossuth és Magyar Örökség díjas zeneszerző nevét viselheti, aki 1945 után több szállal is kötődött Pécshez, és nem csak az 59-ben Pécseli Saroltával megkötött házassága révén, de felfigyelt azokra az értékekre, amelyek Baranyát, baranyai népdalvilágot jellemzik, és arra a közösségi, zenei közösségi életre, amely az elmúlt egy évszázadban mindig is jellemezte Baranyát. Úgy valljuk, hogy egy népnek, egy nemzetnek, egy közösségnek akkor van jövője, hogyha kulturális értékeit őrzi, azokat újra és újra megéli. Jó volt látni, hogy Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójára készülve, a hagyományt megtartva idén is több száz baranyai fiatal jött itt össze a Kodály Központban. Minden fiatal készült valamilyen népdallal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ma, akik itt voltunk és megéltük ezt a felemelő nagyszerű élményt, biztosak lehetünk abba, hogy a következő generációnak, a gyermekeinknek és az unokáinknak is lesz, aki átadja ezt a gyönyörű hagyományt, amelyet a magyar népdal kincs rejt magában. Ugyanis az ünnepi hetet egy országos népdaléneklési verseny megyei döntőjével kezdték. Én nagyon örülök ennek a mai alkalomnak, mert hogy én egykori kodályosként ezt diákként is megéltem. Mindig egy óriási ünnep volt a december 16-a Kodály Zoltán születésnapja köré szerveződő ünnepi hét forgataga. És én azt gondolom, hogy ez mai napig így van. Az iskola 82-ben, 1982-ben vehette fel Kodály Zoltán nevét, és azóta büszkén viseljük, és az ünnepi hét kezdetén mindig azzal indultunk, hogy megkoszorúzzuk az ő domborművét. Ezzel is ki akarjuk fejezni, hogy mi követjük az ő útmutatásait, és hű örökösökként adjuk tovább mindazt, amit tőle tanultunk, és méltó utódokként folytatjuk az ő zenepedagógiai munkásságát. Már évtizedek óta iskolánk ad helyet a megyei népdalversenynek. Ez a Tiszán innen Dunántúl országos népdalversenynek a területi fordulója. Innen tudnak bekerülni a diákok az országos versenyre, hogy megmérettessék magukat. És ez mindig egy nagyszerű és felemelő pillanat, amikor itt zenepedagógusok találkoznak, és diákok egymás teljesítményét látják, és tudják magukat helyezni, hogy hogyan állnak és hol állnak éppen abban az életszakaszukban. A népdalversenyen alapvetően szólisták indulnak, de vannak kis együttesek, vagy nagyobb létszámú, már 4 fővel induló együttesek is, és nagyon szigorú a versenynek a kiírása. Az indulóknak vagy egy adott tájról kell hozniuk a népdalcsokrot, vagy egy adott tematika köré kell, hogy szerveződjön, vagy akár az köti össze a népdalokat, hogy egy bizonyos népdaltudós gyűjtötte őket csokorba. Úgyhogy többféle produkciót is hallgathatunk, és 5. osztálytól 12. osztályig mindenki indulhat, aki szereti a népdalokat, és számára fontosak ezek. Két helyszínen zajlik a verseny, az 5., 6. és 7. 8. korcsoport egy klub helyiségben, itt az aulában pedig a nagyobbak mérik összetudásukat, és amikor a szólisták végeztek, akkor a zsűri egyesül, és akkor a kis együttesek vagy a nagyobb együttesek produkciója következik. Több mint 40-en jelentkeztek, úgyhogy számunkra ez egy nagyon nagy öröm, hiszen itt a
az elmúlt évek covidos helyzete nagyon megtépázta ezt a rendezvényt is, úgyhogy nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, hogy sokan jelentkeztek, és hát a legjobb, mindig az arany kategória győztes juthat az országos fordulóba. Kodály Zoltán 1882. december 16-án született, ezért a születésnapjának hetében ünnepi programokkal emlékeznek névadójukra a pécsi iskolában minden évben. Félreértések, különös helyzetek, rosszul értelmezett cím, amikből vicces jelenetek adódnak. Mindez egy történetbe foglalva Moravec Levente tollából. A pécsi harmadik színházban láthatják a nézők a közjegyző az emeleten című vígjátékot. Az ez a fal? Annyit mondja, ez a földszín? Igen, elég magasabb. Magas földszín? Értem. A közjegyző két lépcsőfordulóval még magasabban van, megjegyezte? Az emeleten. Pontosan. Gyorsan tanul. Részlet a közjegyző az emeleten című vígjátékból, amit a pécsi harmadik színházban láthattak a nézők decemberben. Mi a titka a jó vígjátéknak? Ezt kérdeztük az ismert színészektől. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nálunk az író ugyanaz az ember, aki a rendező is, Moravec Levente, aki pontosan koncepcionálisan tudja, hogy személyre írja az adott figurát, pontosan tudja színészként is, tehát nem csak író és rendező, hanem még színész is, tehát tudja, hogy hol fog elcsattanni, tudja, hogy a point hol kell felültetni, hol kell feldobni a labdát, hányszor lehet egy point lecsapni, és természetesen azok a kollégák, akik részt vesznek ebben a közös mágiában, ebben a játék mágiában, amihez csatlakoznak a bemutató napján a nézők is. De örülök, hogy látlak, öcsikém! Én is, de örülök, hogy látlak! Újra együtt, mi? Ja. Jóban, rosszban! Hát még a nagybácsám mennyire örülne, hogyha látom. Miért is? Mert maga szegény. Kell hozzá mondjuk egy jó történet. Minimum egy jó humor, ugye akkor még jobb közönség, nagyon jó csapat, és egy nagyon jó rendező. Szerencsére ugye nekünk mindez meg is van, és nem is kell felmenni hozzá az emeletre. Ez az emelet. A földszinten meg ki van írva, hogy közjegyző az emeleten. 10 perccel rohangászom, mint egy istenvette barométer a kincsemetben, semmi másra nem volnék alkalmas. Egyet hivatokat rendezni. Dobrászki Sándor vagyok. Kis cserkészbe fogja. Dobrászki Sándor, az új segéderő. És bélyegeztetted? Bélyegeztetted. Mindent berendeztél? Mindent, van tévé, beépített hűtő. Tiszta ruha. Egy jó vígjátéknak szerintem nagyon-nagyon egyszerű trükkje és titka van. Kell hozzá egy frappáns, nagyon jó sztori, ami ütős, amit szerintem 0-tól 100 éves korig mindenki megért, és természetesen kell hozzá, hogy jó helyen, jó időben azok az emberek együtt tudjanak játszani, és élvezzék, amit csinálnak, és szerintem ez nálunk adott, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a pécsi közönség is rengeteget fog még kacagni ezen igazán humoros történeten. Azon már nem lehet segíteni, hanem magán, drága barátom is, hogyha rám szavadsz, és megnyerem a választást, akkor én segíteni is fogok. Ki az a Jóska? Aki meghol. Nagyon sokat segítettél. Legjobb barátom. A legjobb. Értem. Mi lesz most velem nélküle? Azt nem tudom, csak az a helyzet, hogy mi így még személyesen nem ismerjük egymást. Nem ismerjük. Testnedvet már cseréltünk. Igen. Nem ismerjük egymást, de ha megnyerem a választást, akkor megígérem magának, hogy...
Én leszek a maga Jóskája. Maga? Mindenben pótolni fogom a Jóskát. Kell hozzá mindenféleképpen egy jó szöveg, kell hozzá egy nagyon szerencsés csillagzat, kellenek hozzá a remek kollégáim, és kell hozzá egy közjegyző a emeleten. Azért gondoltam, hogy az úr alig a tudnál boltani, hogy tudott az malackodni, mert az úr az tud malackodni. Így kell a jelölt, úgy csodákra képes a választópolgárnak. Megem nem érdekel a választát. A titok kulcsa Moravec Leventénél van, aki megálmodta ezt a darabot, megírta, és kiosztotta a szerepeket. Nagyon-nagyon ügyesen és okosan. Azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb mérföldkő, amit meg lehetett lépni a darab létrehozásának érdekében. És hát rengeteg önirónia kell hozzá, humorérzék, és rengeteg szeretet, hogy az ember szeresse ezt a dolgot művelni, a színpadon magát, a vígjátékot játszani. Fantasztikusan jó feladat. A darab történetéről már az író rendezőt kérdeztük. Ez egy picit, nagyon picit valós történet, de csak annyiban, hogy van egy nagyon jó barátom, aki itt Pécsett közjegyző, és a kapuban kint van egy tábla, hogy közjegyző az emeleten. Ugye is különböző okiratok miatt jártam és járok hozzá, és már nagyon régen mondom, hogy ez olyan jó darab cím lenne, jó vígjátéknak, közjegyző az emeleten. Azt mondja, miről szólna, mondom, igazából még nem tudom, de maga a cím az remek, és nagyon magasan kell menni hozzá, mire megtaláljuk az emeleten a közjegyzőirodát, és ebből csavartam egyet, hogy mi van akkor, hogyha közte van egy magas földszint, és innentől kezdve az emberek eltévednek, és aki a közjegyzőhöz akar menni, az irodába megy, aki az irodába, az a közjegyzőhöz, és ebből csak egy ilyen adott komikus helyzet generálódik. Lényegében erről szól, és a többi az meg ahhoz el kell jönni, mert ha bármi kicsit is elcsöppentünk a történetből, akkor az már nem olyan izgalmas, mert úgy van fölépítve, hogy a nézőnek magának rá kell jönnie szépen lassan, hogy működik a rendszer, mert az külön szórakozást jelent. Tehát tessék eljönni, majd ide be, és akkor megnézni. Ezt megtehetik például januárban az érdeklődők. További információt a Pécsi Harmadik Színház honlapján találnak. Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazinműsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!